Ebben a videóban ezt a második világháborús Lego mockot fogom bemutatni. Ez a Lego mock egy második világháborús M3-as féllánc talpú. Minifigura méretarányosan készült el. 5 minifigura fér bele, ahogy itt láthatjátok. Jelenleg 4 van benne, de még ide lehet egyet ültetni. Amit most meg is csináltam. Szóval 3-at lehet ide hátulra ültetni, egyet az ágyuba, és egy sofőr is lehet. De természetesen való életbe több ember fért ebbe a járműbe. Az összes ajtót ki lehet nyitni ezen a csapatszállítón, ugye itt, ahol bemennek a katonák, és itt be lehet nézni oda, ahol ülnek. És akkor, ha oldalra fordítjuk, ki lehet nyitni a sofőrnél is az ajtót, és még a másik oldalon is. A hátsó lánctalpak sajnos nem működnek, de az első kerekek igen. 2 opciót is csináltam ehhez a modellhez. Az egyik az, ahol fent van az ágyú, a másik pedig az, hogy nincsen rajta ágyú, és így ugyanúgy 4 minifigura fér bele, de viszont nincsen rajta tető. Szóval így ez a másik opció. És ha a sofőr elveszti a jobb karját, és a mellette ülő elveszíti a bal karját, akkor 6-an is beleférnek. Van pár jó építési technika ebben a modellben, például itt az elejénél Studs Not on Top technikát használ, szóval itt ezt simán le lehet csúsztatni, és akkor láthatod, hogy ezek valójában brikkek. Az egyik kedvencem az az, hogy itt az elején a lámpákhoz ezt a hátizsák darabot használom. Ugye a tankomon is ezt csináltam, de itt most rátettem egy ilyen TIE Fighter, ilyen microscale TIE Fighter üveget, amitől van egy ilyen kis print rajta, amivel még jobban néz ki. Haszontalan, de hát miért is ne. Igazából ennyi lenne ez a mock. Remélem tetszett, és hogyha igen, akkor iratkozzatok fel. Sziasztok!